A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia is megtartotta évzáró rendezvényét kedd este. 2017 újabb előrelépéseket hozott a Kézilabda Akadémia életében. Ide sorolták a felnőtt csapat Magyar Kupa 4-es döntőjébe jutását, illetve azt, hogy a Győr is az FTC példáját követve a bajnokságban és a Magyar Kupában is bejutottak a legjobb négybe. Valamint azt, hogy az őszi nemzetközi kupa szereplésben sem jutott tovább magyar csapat, mint a Dunaújvárosi. Ez pedig mindazt bizonyítja, hogy maximálisan oda tudott tapadni csapatunk az élmezőnyhöz. Én úgy gondolom, hogy az eddigi teljesítményünkkel elégedettek lehetünk. Természetesen mindig lehet jobb, és erre törekszünk a közeljövőben is. A bajnokságnak még ugye a felét sem értük el, de itt 4 mérkőzést ugye megnyertünk, 3 vereséget szenvedtünk, 1 döntetlen lett. Számomra egy kicsit ami fájó a Siófok mérkőzés hazai pályán, és annak is az első fél ideje, amit nem igazán tudok hova tenni, bár ugye most már megbeszéltük és kiértékeltük a játékosokkal, de én azt gondolom, hogy a többi mérkőzést helyén tudjuk kezelni, és úgy gondolom, hogy teljesen helyén vagyunk a tabellán is, és a játék képe alapján is. Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetője kifejtette, nekik még inkább megnőtt a felelősségük, hiszen látszik az, hogy a jövőre kell koncentrálni, a fiatalokra és arra, hogy néhány év múlva ütőképesebb válogatottunk legyen. Nem gondoljuk azt, hogy minden gyereknek, minden kislánynak kézilabdáznia kell a 40 kilométeres sugarú körön belül, de körülbelül úgy gondolom, hogy elértük azt a üzemméretet, amivel ezek között, a viszonyok között tudunk működni, még oda tudunk figyelni, még minden gyerek egy egyéniség, még élő kapcsolatok vannak a szakmai vezetés és a játékosok között. És hát a harmadik dolog, amit ki kell emelni, nyilvánvalóan az a bejelentés, amit aztán azóta nyilván háttérmunkák követtek, hogy elindul a sportcsarnok bővítése, felújítása, ami hát megint csak komoly feladatokat ró ránk a következő időszakban, hiszen meg kell oldani majd jó néhány csoportnak az elhelyezését, plusz a versenyeztetését, de olyan édes teher ez, amit azt gondolom mindenki szívesen bevállal az életébe egyszer, hogyha tudja, hogy utána valami egészen más szint következik. Ígéretek szerint a 6 milliárd forintból teljesen megújuló, nemzetközileg is elismert sportcsarnok 2 éven belül elkészül. Így természetesen a fő célok között megtalálható az is, hogy nemzetközi szinten is bizonyítani tudjanak a dunaújvárosi lányok. Egy újra szerveződést kellett végrehajtani, 10 éve indult ez a folyamat, és a mai felállásban most már lassan az 5. évet zárja a Kézilabda Akadémia több csapata. A versenysportban és az utánpótlás nevelés területén kiváló teljesítményeket jegyeznek, és nagyon jó szakmai stáb élén Radlovics Bojánával és kiváló edzői kollektívával azt gondolom, hogy beváltották azt a remét, amelyet jó 5 éve annak érdekében támogatott meg a város is, és a Dunaújvárosi Akadémia Főiskola, hogy legyen egy nemzeti sportvárosának a hagyománya az méltó, és a kézilabda múltat is ápoló olyan akadémia, amely utánpótlás, ahogy hangsúlyoztam az előbb, nevelésben, hazai játékosok nevelésében élen jár, ez megvalósult. Dorkota Lajos, Dunaújváros és Fejér megye díszpolgára szurkolói szemmel értékelte a DKK a idei évét. Ebben kiemelte, nagyon büszke arra, hogy a Dunaújvárosi egy 95%-ban magyar játékosokból álló csapat.